2009. december 30-án Vésztőn szervezett adomány és ételosztást a hídgyülekezet. A rászoruló családokat, gyerekeket és felnőtteket a művelődési házba várták ruhákkal és élelmiszerekkel. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket ezen az étel és ruhaosztáson, amit látják a feliratból, a hídgyülekezet karitatív szervezetének a rendezvényén vannak. Fogadják szeretettel ezeket a ruhákat, amiket szétoztunk, déli gyümölcsöket, krumplikat, hagymákat, ajándékcsomagokat, mint látták, vannak gyerek ajándékcsomagjaink, amiket egy iskolás csapat állított össze, a Bornemisza Péter Általános Iskolának a kisdiákjai, és odakint a bejárat mellett már látták a gőzölgő gulyáságyunkat, egy tányér meleg étele is, szeretettel meghívjuk Önöket. A szervezők számára fontos az adakozás, a rászorulók segítése, így nem volt kérdés, hogy így az ünnepek környékén a szokásokhoz híven megszervezzék ezt. A hites adakozók hálózata is készült téri programokkal. Igaz, a mi mottónk az, hogy nem csak decemberben, nem csak karácsonykor van éhes ember, illetve szegény ember, sajnos az év minden napjára tudnánk szervezni valamilyen rendezvényt. Ez a hites adakozók hálózatának a Mikulása, járjuk az egész országot, azért, hogy ilyenkor karácsonykor megsegítsük a szegényeket és a rászorulókat. Minden héten kint vagyunk, mi a budapesti szervezet vagyunk, akik végigjárogatjuk a vidéki szervezeteinket, 30 vidéki szervezetünk van, és velük közösen osztunk. Most mondhatnám a csoda folytán, vagy a szerencse folytán vagyunk éppen karácsony környékén Vésztőn. Vésztő önkormányzata is nagyon jó ötletnek tartotta az adományozást, hiszen nagyon sok hátrányos helyzetű család van a településen. Minden olyan kedvezményezést jónak tartunk, ami a rászorulókat segíti és a megfelelő módon segíti. A hídgyülekezetén kívül más szervezetek is, illetve maga az önkormányzat is karácsony előtt is tudott már ilyen támogatást kiosztani a település lakóinak. Reméljük, hogy ez egy hosszú távú és jól működő kapcsolat, nem csak a hídgyülekezettel, hanem minden más szervezettel, a más egyházakkal is, minden olyan civil szervezetet szívesen látunk és fogadunk, aki a településért tenni szeretne, és ebben reméljük, hogy hosszú távon partnerek tudunk mi is lenni. Vésztőn sok rászoruló van? Sajnos igen, ugye tudjuk, hogy a munkanélküliség és a munkalehetőség korlátozottsága miatt egyre többen kerülnek nehéz helyzetben. Ezért az önkormányzatnak is feladata lesz nem csak a segélyek kiosztása, hanem olyan munkahelyek teremtése és olyan vállalkozás ösztönző intézkedések megtétele, ami ezen a helyzeten segíteni tud. Az adományok, ruhák, élelmiszerek beszerzésében svájciak voltak a szervezők segítségére, akik több mindennel hozzájárultak az eseményhez. Hát az igazság, hogy először is a saját erőnkkel, segítségünkkel, amit nagyon szívesen tettünk, mert ez hozzátartozik tehát az embernek a segítségére. Más pedig csak annyi van, hogy valószínű összén, hogy tudunk Svájcból szállítmányokat ide az ország minden pontjára küldeni, és hát reméljük, hogy tudunk legközelebb is jönni, hogyha ilyen osztások vannak. Mi most ruhákat tudtunk hozni, de úgy tudom, hogy jött élelmiszer is, tényleg amit tudtunk összedni, burgonyát, zöldségféléket, tésztaféléket, úgyhogy nagyon, meg persze sok gyümölcs is volt közte. Mint látják mögöttem, egy nagy kupac ruha van, ez 3 tonna ruha, van 2,5 tonna burgonya, van 800 kiló déli gyümölcs, vannak szeretetcsomagok, vannak gyerekcsomagok, és ezeknek egy jó részét Svájcból kaptuk, így van, azért hívtuk el a kedves barátainkat, hogy lássák, hogy hova megy az ő adományuk, de egy másik részét, körülbelül az egyharmadát a helyi vésztői és környékbeli falvakról levő adományokból tudjuk szétosztani. A svájci adakozók segítését Vésztő polgármestere egy kis ajándékkal köszönte meg. Az ajándékok átadása és a ruhák válogatása közben a művelődési ház előtt már javában főtt a babgulyás. Miután elkészült, közel 500 adagot tudtak kiosztani a rászorulóknak. Ilyen és ehhez hasonló akciókat máskor is szoktak szervezni. Békés megyébe több osztást fogunk szervezni, de van egy karitatív naptárunk, ahol szépen be van jelölve, hogy mikor hova megyünk, gyakorlatilag február végéig teljesen be vagyunk táblázva. Az adományosztás nagyon jól sikerült, hiszen sok rászoruló juthatott többek között ruhához és meleg ételhez. Az urak is gyertek!